A János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatait és üzemeltetését 2017 óta a Kőrös Szog Nonprofit Kft. Látta el. A Kft. Az elmúlt években rendkívül szertágazó feladatokat végzett, most azonban eljött az ideje a profiltisztításnak. Így aztán a János Vitéz látogatóközpontot, a rendezvényszervezést, a város marketinget, a teljes turizmus kezelését a Kőrös Szog Kft.-től át kívántuk adni, és az egyik viselője ennek a feladatnak a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum lesz, azzal, hogy a János Vitéz látogató központot oda csatoljuk. A testület döntése alapján a János Vitéz Látogató Központ 2022. január 1-től kezdi meg működését a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum telephelyeként. A Látogató Központ tevékenysége teljes mértékben illeszkedik a Petőfi kultusz ápolásához. Mindezekre figyelemmel szakmailag indokolt, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézménye adjon helyet a János Vitéz Látogató Központnak, annak telephelyeként. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum jelenleg 6 fő létszámkerettel látja el a feladatait. A János Vitéz látogatóközpont üzemeltetéséhez további 4 fő munkavállalói létszámbővítése szükséges. A létszámbővítésével 2022. január 1. napjától 10 főre emelkedik az intézmény létszámkerete. Ennek érdekében a képviselőtestület módosította a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum alapító okiratán. Ugyancsak a Kőrös Szog profiltisztításának jegyében az eddigi a Kft. Által ellátott feladatok közül a város marketinggel és turizmussal kapcsolatos közfeladatok a Kunság Média Nonprofit Szolgáltató Kft. Feladatkörébe kerülnek át. Nem kis feladat hárul majd a Kunság Média Kft.-re. Nyilván önkormányzatunk bizonyos mennyiségű forrást ehhez a feladatokhoz hozzárendel a céghez, és segítjük a cégnek ezen a működését, de elvárásaink is vannak, hiszen pontosan erről beszéltünk az előző napirend alkalmából, hogy a város turisztikai és marketing feladatait szeretnénk erősíteni. A Kunság Média Nonprofit Szolgáltató Kft. A feladatellátást Turinform irodaként köteles ellátni, kiemelten kezelve a városmarketinget, a városmarketing szempontjából fontos, kiskörösen elérhető turisztikai kínálatot, rendezvényeket, beleértve a programajánlatok és kiadványok készítését, valamint a jegyértékesítések lebonyolítását is. Készülve az új feladatokra, meg így az átszervezések között, nagyon fontos, hogy a különböző információk is egy kézben legyenek, így a város marketinghez tartozó feladataiban. Itt elsősorban például a látogatható intézményeink, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, János Vitéz Látogatóközpont, illetve a város üzemeltetésben lévő szálláshelyekre gondolok elsősorban. Ugye ezekhez kapcsolódó lehetőségek és kapacitások ismerete is fontos, hogy egy kézben legyenek, hogy ezek menedzselhetőek legyenek. Vannak ugyanis olyan időszakok, amely úgymond ilyen teltházas időszakok, vannak olyan szezonális időszakok, amikor kevés a látogató, és ilyenkor fontos az aktív beavatkozás, úgymond, egy olyan szakemberrel, akinek ebbe van gyakorlata, amikor ezeket jobban kell népszerűsíteni, és erre nagyon fontos, hogy a korábbiaknál is nagyobb erőforrásokat fordítsunk, és úgy gondolom, hogy most jött el ennek az ideje. A képviselőtestület egyhangú szavazással döntött a támogatási szerződés megkötéséről is a Kunság Média Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel.